Egy lakásnak a dizájnját sokféleképpen lehet létrehozni. Festményekkel, fotókkal, bútorokkal, szőnyegekkel, különféle technikai kütyükkel, és adott esetben egyedi, különleges dolgokkal, amelyek lehet, hogy más lakásban nem találhatóak meg, vagy nem annyira elterjedtek. Most szeretnék mutatni nektek egy olyan képet, fényképet, amelynek a hordozó anyaga egyedi és különleges. Ilyen a csempe. Ez például egy 30x30 cm-es csempére lett gravírozva ez a Buddha kép. Na de miért is jó ez a csempe? Ez a csempe nem csak szobadísznek jó adott esetben, ez a csempe beépíthető. És így bármikor fel tudod vele dobni egy helységnek a hangulatát. Bármilyen fotót vagy fényképet fel lehet rá gravírozni. És ennek az az egyik fő tulajdonsága, hogy beépíthető. És miért mondom ezt, hogy beépíthető? Hát ezért mondom. Ez be van építve ide. Ez is be van ide építve. Halljátok? És ez még csak az egyik volt. Mert én úgy döntöttem, hogy adunk neki egy kis cillit benged is. És szépen frankul le tudjuk róla sikálni az esetlegesen rákerült koszt és mocskot. Tehát miért ajánlom én figyelmetekbe lakásfelújításkor, vagy egyszerű díszként, vagy ajándékképpen a csempe képet? Hát ezért. Mert kirakhatod asztalra is, és be is építheted adott esetben. Mondjuk egy kürdőszobába, egy konyhába, vagy ha járólapra gravírozunk, akkor pedig a padozatba. És amint láttad, karcálló, vegyszerálló, hőálló, vízálló, drótkefeálló, gyökérkefeálló és háziasszonyálló. Ha te is szeretnél ilyet vagy hasonlót, az elérhetőségemet a bióban megtalálod. És ha tetszett ez a videó, és osztjátok, lájkoljátok, azt megköszönöm. Sziasztok!